Békesség Istentől, nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, akik követnek engem. Boldog új esztendőt szeretnék kívánni minden követőmnek, aki akár Facebookon, akár a YouTube csatornán követi a kántori egyházzenei munkásságomat, tevékenységemet, és természetesen mindenki, aki YouTube-on vagy Facebookon meghallgatja a énekeket, orgona énekléseket, amit tavaly előtt óta, május óta folyamatosan adok közre. Római Levél 8. részéből a 28., 29. és 30. versével szeretnék köszönteni mindenkit. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ezzel az igével, ezzel a vezér igével szeretnék 2022-re áldott boldog, Krisztusban boldog új esztendőt kívánni. Sok orgonás és sok lelki énekekkel tűzdelve, és itt hadd essen szó a 283. énekünk, Magyarországi Református Énekeskönyvünk 3. verséből. Úristen, ki minket sok áldásiddal töltél be, az új esztendővel jókedved ne szakaszt félbe. Áld meg kezdetét s végét ennek, hogy midőn napjai lemennek, mondhassuk, dicsőség Istennek. Köszönöm tehát mindazoknak, akik az előző évben is követtek. Szeretnék köszönetet mondani, hiszen a YouTube csatornán közel 900 fő iratkozott föl, a Facebook csatornán közel 600-an lájkolták vagy követik az egyházzenei munkásságomat. Szeretném ugyanakkor az orgonás és egyházzenei terveimet elmondani, és hívni a testvéreket, érdeklődőket tartsanak velem, hiszen egy nagyon izgalmas év elé nézünk. Terveimet megelőzték a csendességek és a nyomatékosság arra tekintettel, hogy egyre jobban dolgozzak abban a talentumban, amit az Úr dicsőségére tehetek. Indított engem arra, hogy egy olyan programot, egy olyan célt, egy olyan tervet tegyek le erre a 2022-es évre, ami gazdag lehessen. 3-4 pontban mondanám el ezeket a terveket. Elsőrenden egy nagyobb összegű befektetés történt, és változások várhatóak a videó, illetve a énekek, az orgonálás és az énekeknek az előadásában. Ugye a magát struktúrailag nem fog változni semmi, abban fognak a testvérek sok változást érzékelni, hogy hangban és fényben a javulások lesznek, és itt hadd mutassak egy példát, hogy mivel készülünk, mivel készülök, tehát eléggé komoly eszközbefektetésről döntöttem, hogy hangban és színben, illetve egyáltalán fényben is változások legyenek, hogy élvezhetőbbé tudjuk tenni minél jobban ezeket a videókat. Emiatt, és ez a második, ugye folytatólagosan a református énekek, hallelujás énekek lesznek közreadva, természetesen munkámtól, civil munkámtól függően igyekszek ezeket hétről hétre közreadni, és itt nagyon fontos, hogy ezek az énekek, ahogy eddig is megszokták a testvérek, énekelve lesznek, hiszen eltérően attól, ahogy itt nyugaton szokás, Észak-Írországban, Skóciában, Angliában, ugye döntő többségben, azt lehet, hogy egy olyan dolgot mondok el, ami a Kárpát-medencei magyar ember számára ismeretlen, mert ismeretlen, itt a kántornak tilos énekelnie. Tilos énekelnie, így van, jól hallották testvérek. Tehát nem vezetheti az éneklést, mert azzal, ahogy a lelkész, az itteni presbiteriánus lelkész elmondta, azzal sérti, most kapaszkodjanak meg a testvérek, sérti az egyén szabadság jogait, hogyha a kántor vezeti az éneklést.
kérdeztem tőle, hogy testvérem, mondd már meg, hogy ugyan milyen szabadságjogokat sért ez. És hát elmondta, hogy gyakorlatilag a kántornak csak orgonáznia kell, mert hogyha énekel, akkor befolyásolja, hogy hogyan énekelje a templomba, aki épp ott ül és énekelni, mert hogy mindenki úgy énekeli, ahogy ő szeretné. Tehát ilyen furcsaságok vannak. Tehát a videóim mind énekes, orgonás előadások, illetve hiszem, hogy nem csak előadások lesznek. És ugyanakkor az Orgona projektnek a egyik legmarkánsabb változása az lesz, hogy igyekszem megteremteni azt a lehetőséget, ugye itt nagyon sok háttérszervezést igényel, hogy havonta egyszer élő bejelentkezést fogok csinálni. Egy észak-írországi, írországi vagy skóciai templomból, ahol be fogom mutatni az orgonát, fogunk beszélni arról, hogy építése, hogy történt, illetve egyáltalán a történet, az ének a megismertetése, és akkor ezzel egyetemben az orgona, mint instrumentum, tehát instrumentális bemutatására is sort fogok keríteni, és ezen alkalommal, hogy halljuk, hogy hogy zeng az az orgona, egy-egy ének bemutatása is meg fog történni ezen az adott orgonán. Kérek mindenkit, hogy kövessen 2022-ben is munkásságomat, egyházzenei tevékenységemet, és hogy szeretnék egy kedvezést is tenni azoknak, akik követik a munkásságomat, kérek mindenkit, hogy a poszt alatt, tehát ezen a poszt alatt javasoljon éneket, amit szeretne tőlem hallani, és az az ének, amelyik a legtöbb lájkot fogja kapni, az lesz előadva természetesen sorrendben. Kívánom, hogy éneklésünk segítse hitünk megújulását, és hitünk megújulása segítse elő éneklésünk megújulását is. Áldott Krisztusban boldog új esztendőt kívánok, békesség Istentől, Isten velünk viszontlátásra.